Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit! Bár az év elején még azt gondoltuk, olyan költségvetéssel tudjuk végigvinni az évet, mely minden idők legjobb bonyhádi tervezete, mára ez semmissé lett a járványveszély után, értékelte a helyzetet Filóné Ferenc Ibolya polgármester. Ennek ellenére nincs bizonytalanság, csupán megfontoltabban kell gazdálkodni, tette hozzá. Február 13-án ülésezett utoljára Bonyhád város önkormányzata a koronavírus járványt megelőzően. Akkor fogadta el a testület a város 2020 évi költségvetését, melyről Filóné Ferenc Ibolya azt mondta, ez minden idők legjobb városi költségvetése. Aztán jött a vírus, és minden eredeti koncepciót átírt. Járvány miatt nagyon sok minden megváltozott azóta. Én a napokat már nem számolom, hogy mennyit telt el azóta, hosszú idő, és ez alatt az idő alatt ugye az első lépés az az volt, hogy egy különleges jogrend lépett életbe, amely alapján a képviselőtestületnek a jogkörét ez a jogszabály a polgármesterre adja át. Ezért ebben az időszakban valamennyi döntést meghoztam, amely szükséges volt, mind a lakosság, mind az önkormányzat, annak intézményei és a hivatal működésének az érdekében. Ezeket a döntéseket a képviselőtestület tájékoztatását követően hoztam meg minden esetben. 377 határozat és 5 rendelet módosítása történt ebben az időszakban. Valamennyi döntésről folyamatosan tájékoztattam mind a lakosságot, mind pedig a képviselőtestületet. Természetesen nem csak a tájékoztatást adtam meg, hanem a döntések előtt a véleményeket is begyűjtöttem a képviselők részéről. Arra is gondolni kellett, hogy amikor ennek a veszélyhelyzetnek egyszer vége lesz, akkor nem 60 napi rendi pontot szeretnénk egyszerre egy huzamba tárgyalni, bár így is jutott a mai napra épp elég, hiszen 32 napi rendi javaslatot és rendelet tervezetet, módosítást, határozatot fogadtunk el. Mindazok az intézkedések, amelyek ebben az időszakban megtörténtek országos szinten a kormány részéről, és itt helyi szinten így kell fogalmaznom, hogy a részemről, hiszen a döntéseket felelősként nekem kellett meghozni. A lakosság együttműködése nélkül nem vezetett volna eredményre, ezért én ezúton is köszönöm, hogy az ittenieknek, a bonyhádiaknak a többsége fegyelmezetten betartotta ezeket az intézkedéseket és szabályokat. Ha nincsenek az időben meghozott szabályok, és ha nincs a partnerség ebben a lakosság körében is, akkor nem sikerülhetett volna ilyen jól átvészelni a vírushelyzetet, mondta a polgármester. Ebben a helyzetben, ami mindannyiunk számára ismeretlen volt, hiszen sosem találkoztunk még ilyen betegséggel, ami világszinten érintette az embereket, az első feladatunk az volt, hogy a 70 év feletti lakosságnak az ellátását megoldjuk. Ebben a gondozási központ volt a segítségünkre. Az ő dolgozóikkal napi szinten el tudtuk látni ezt a feladatot. Több mint 2000 olyan bonyhádi idős állampolgárunk van, aki 70 év feletti, és nem tudhattuk akkor, amikor ezt megszerveztük, ezt az ellátást, mind az alapvető élelmiszereknek a bevásárlására, postai csekek feladására, gyógyszertárban a gyógyszerek kiváltására, de ezen kívül a gyakorlatból elmondhatom, hogy számos más dolgokban is tudtunk segíteni a lakosságnak, hogy mennyien fogják igénybe venni ezt az ellátást. Én abban bízom, hogy a viszonylag kevés számú jelentkező az annak köszönhető, hogy minden idős polgárunk, aki nem fordult az önkormányzathoz vagy a gondozási központhoz, az vagy a családtagjaival, szomszédaival, barátaival, ismerőseivel, rokonaival ezt el tudta láttatni, és ezért volt egy igazán nagymértékű és széleskörű összefogás ebben a kérdésben. Akik pedig igénybe vették ezt a lehetőséget, azok nagyon sok kedves, hálálkodó szóval, telefonnal, képestappal köszönték ezt meg a veszélyhelyzet elmúlásával, amely számunkra is nagyon jó érzés volt, hiszen ugyanez egy feladat volt, de egy ilyen feladatot nem lehet szív nélkül ellátni, úgyhogy én magam is nagyon szívesen vettem ebben részt, és nagyon sok hasznos tapasztalatra tettem szert. Miközben a védekezés állt a feladatok középpontjába, nem lehetett megfeledkezni arról, hogy a városnak működnie kell, és futó beruházások is vannak. Természetesen a veszélyhelyzeten kívül a mindennapi teendők továbbra is fennálltak itt a városházán, hiszen számos beruházás felújítás már megkezdődött a veszélyhelyzetet megelőzően, ezért azokat folytatjuk, hiszen a forrás rendelkezésre áll, akár saját forrásból, akár pályázati forrásból tudjuk azokat megvalósítani. Minden olyan
beruházást, fejlesztést megkezdettnek tekintettünk, amely már valamilyen szakaszban elindult, nem csak a kivitelezést értem ez alatt, hanem akár magának a közbeszerzési eljárásnak a folyamata már zajlik. Éppen ezért örömmel számolhatok arra be, hogy folyamatosan zajlanak a felújítások lenn a sportpályán, a Perccel kastélynál. Semmi nem indokolja azt, hogy ezek a határidők, amelyek a szerződésben a kivitelezésről szólnak, október 31-re veszélyben lennének. Ma az ülés előtt megelőzően adtuk át a Várajai Ifjúsági Tábornak a felújított házait, ahol 6 háznak a felújítása történt, meg saját forrásból teljesen megújultak, mind külseiben, mind pedig a bútorzatában ezek az épületek. És tovább folytatódik a KEHO pályázatunk, amely a szennyvíztelep rekonstrukciója, ott most már április közepétől próbaidő zajlik, próbaüzemben működik a szennyvíztelep, és ebből a lakosság az átállásból semmit nem vett észre, úgyhogy ez is egy sikeres folyamat volt már, de még nem vagyunk a végén. És zajlik például az energetikai kószerűsítése a Jókai utca iskolának, és nem sokára pedig megkezdődik a 3-as iskola éttermének, az ifjúsági étteremnek is az energetikai kószerűsítése. Tehát ezek a munkálatok folyamatosak és zajlanak év során. Mindezek mellett, mondja Filóné Ferenc Ibolya, nem hagyjuk olyan helyzetben a civil szférát sem, ami lehetetlenné tenni a működését. Nem hagyjuk magára sem az itt működő civil szervezeteket, sem pedig a sportegyesületeket. A februári költségvetési rendeletben ugyan a civil keretet 6 millió forintban határozta meg a képviselőtestület. A mai ülésen úgy döntött a képviselőtestület, hogy egyrészt a veszélyhelyzetre való tekintettel, másrészt pedig azért, mert az elmúlt időszakban nem is tudtak olyan szinten működni, olyan gyakorisággal találkozni és rendezvényeket, programokat szervezni az egyesületeink, civil szervezeteink, hogy ezt a keretet 3 millió forintra csökkenti. A részleges felosztásról pedig mindenki természetesen szerződés útján is tájékoztatva lesz. A sport egyesületek tekintetében az a 30 milliós keret, az megmaradt. A ma költségvetése már nem minden idők legjobb költségvetése, de egészen biztosan fedezi majd az elképzeléseinket. Takarékosabb és megfontoltabb gazdálkodást kell folytatni, mondta Bonyhád polgármestere. Áprilisban döntött úgy Filóné Ferenc Ibolya polgármester, hogy egy központi adományszámlát nyit arra a célra, hogy ezen gyűjtsék azokat a pénzadományokat, melyet a koronavírus járvány miatt nehéz helyzetbe kerültek támogatására fordít a város. A számla jelenleg is nyitva van, és az eddig összegyűjt összegről egy adhok bizottság dönt. Közel 3 hónapja van lehetősége arra annak, aki pénzadománnyal akar segíteni a vírus járvány miatt nehéz életkörülményekben élőknek arra, hogy egy központi számlára befizethesse hozzájárulását. A vártnál többen gondolták úgy, hogy a jótékonyság ilyen formáját választják. Az önkormányzat egy veszélyhelyzeti ideiglenes bizottságot hozott létre, aki dönt az összegyűlt forrás elosztásáról. Mai testületi ülésen egy szociális rendelet elfogadásával, ami azt jelenti, hogy most már érdemben is a bizottság megvan hozzá jogosítvány a szocrendelet elfogadásával, hogy végezheti a munkáját. Mire hivatott ez a bizottság? Elsősorban arra, hogy ez az adománygyűjtés, ami jelen pillanatban mai állás szerint 5,6 millió forint, a szétosztására javaslatot tegyen, és egyben döntsön is. Kik kaphatják meg esetleg ezt az adományt, kik lehetnek a kérelmezők? A kérelmező lehet az, aki a veszélyhelyzet időszakában elvesztette a jövedelmét, illetve a jövedelme jelentősen csökkent. Meghatároztuk azt is, hogy az egyfőre eső jövedelem alapján ki az, aki szintén párhuzamosan kérelmező lehet. Kérelmező lehet az egyedül élőnél, aki az öregségi nyugdíj összegének a 8-szeresét nem haladja meg, illetve a családok esetében az öregségi nyugdíj egyfőre eső átlagának a 4,5-szeresét nem haladja meg. A bizottság július 30-ára tervezi a döntést ebben a körben. 4 féle csomagot állítottunk össze, amit a kérelmezők megkaphatnak. Az egyik ilyen csomag, hogy a közömi szolgáltatások díjához hozzájárulunk, maximum legfeljebb 50 ezer forint értékben, a másik egy internet TV csomag, kedvezményes TV internet csomag lenne a Tart Kft. Részéről, maximum 12 hónapig, a harmadik egy hús füstöltáru vásárlás utalja lenne szintén legfeljebb 50 ezer forintig, a negyedik pedig egy a veszélyhelyzetet tekintettel most jött el ugye a távoktatás során, hogy egy digitális oktatócsomag
segítenénk a rászorultakat. Ebben mondjuk leginkább szerintem egy tablet vásárlása jöhetne szóba, szintén legfeljebb 50 ezer forintig. Elvileg lehet megjelölni mind a négyet, és azt kérnénk a pályázóktól, a kiremezőktől, hogy rangsorolják erősorrendbe. Döntés született arról, hogyan működjön a továbbiakban a városi piac, a lakossági vélemények figyelembevételével a Bonyhádi önkormányzat úgy határozott, visszaállítja a régi rendet a piac téren. Március 17-től a vészhelyzet miatt a piac ideglenesen zárva tartott. Ahogy enyhültek a szabályok, a város polgármestere engedélyezte a zöldség és zümölcsárosítást. Ám a Bonyhádi piac tér alapvetően vásár jellegű, így időszerűen dönteni kellett a folytatásról is. Ezért egy felhívással fordultunk a lakosság felé. Egy nagyon rövid, néhány kérdésből álló kérdőívet juttattunk el hozzájuk, hogy a véleményüket megkérdezzük. Szavazhatnak arról, hogy minden maradjon a régiben, hogyha a veszélyhelyzet elmúlik, akkor utána ugyanúgy álljon vissza az a rend, ami volt, és a zöldség és gyümölcspiac árusítása és termékek árusítása mellett újra lehessen az a régi bólapiacos ruhaneműk és mindenféle egyéb termékeknek az árusítása egy időben, kedden és pénteken a zöldség-gyümölcs árusítással, vagy maradjon az a helyzet, ami most van, hiszen most kedden és pénteken kizárólag ezek a termékek forgalmazhatók, mint ahogy említettem, vagy van egy cél lehetőség is, hogy legyen egyéb árusítás, lehessen újra ruhaneműket és egyéb termékeket vásárolni, csak más időpontban, ugyanezen a helyszínen. A piacrendelet módosítása is napirendre került a városi önkormányzati testületi ülésen, annak ismeretében, hogy a kérdőívben választadók szerint hogyan működhessen tovább a város piaca. 461 érvényes szavazat érkezett a piacos kérdővünkkel kapcsolatban, és a válaszadóknak a 82%-a úgy döntött, és arra kérte a testületet, hogy így szavazon, hogy minden maradjon a régiben, legyen olyan a piac, amilyen volt a veszélyhelyzetet megelőzően, azaz ugyanott tartsuk, ugyanabban az időben, és ugyanolyan lehetőségekkel. Mert maga a rendelet is ez a lényege, ezt foglalja össze, és csak erről szól, semmi másról, hogy hol, mikor és mit lehet árusítani a piacon. A hol kérdés az most nem volt kérdés, a piac területén zajlik továbbra is az árusítás, hogy mikor a keddi és a pénteki napokon változatlanul fennmarad, és minden terméket lehet majd kapni, ugyanúgy, mint a veszélyhelyzetet megelőzően. Ezért nem volt okunk arra, hogy ebben a tekintetben változtassunk a piac rendeleten, hiszen a lakosság azon részének a többsége, akik élt a szavazati jogával, ezt szerette volna, ezért a testület ennek értelmében döntött. A jövő hét pénteki piac lesz az első, amely a régi rendszer szerint működik majd. A Bonyhádi Német Önkormányzat és a Kránclány Néptánc Egyesület tánc- és életmódtábort szervezett a környék alsós és felső tagozatos gyerekeinek. Az ötnapos tábort a Német Önkormányzat és a Néptánc Egyesület támogatta, így a gyerekek minimális anyagi hozzájárulással vehettek részt a foglalkozásokon. A felsősök gyakorolják a legújabb koreográfiájukat a német tánc és életmód táborban, amit a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskolában tartanak. A táborba bárki jelentkezhetett Bonyhádról és a környező településekről is. 48 gyereket táboroztat hadsegítővel Köllerné Koch Ilona, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke. Hosszú hónapokon keresztül, március közepe óta nem tudtunk próbálni, és nagyon hiányzott már az, hogy együtt legyenek a gyerekek, és hogy a szabadidőt értelmesen is eltöltsék, mozogjanak, és azért arra gondoltunk, hogy a táncosoknak és esetleg az érdeklődőknek szervezünk egy ilyen napközis jellegű tábort. Rengeteg programot szerveztük nekik, délelőtt tánc, sport, kézműves foglalkozások vannak, kirándulás, jönnek az idősek, megmutatják, hogy hogyan készül a pacskár, különböző motivumokat megmutatnak még, pacskert lehet készíteni majd kartonpapírból, vagy dekorgumiból. Ezen kívül Lón Zsuzsanna, német tanárnő régi játékokat mutat a gyerekeknek. A nyelvgyakorlás is nagyon fontos számunkra. Németül beszélünk a gyerekekkel több, elég sokat, és a feladatok is olyanok, hogy a német nyelv is benne van.
Bonyhádon működik egy spinstube, ami azt jelenti, hogy fonó, és minden olyan kézműves dolgot készítenek, amit régen a fonóban, tehát első a pacskárkötés, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ezt a tudást átadják az idősek a fiatalabbaknak, és szerencsére vannak fiatalabb anyukák is, akik jönnek és tanulják, és már meg is tanulták. És ezen kívül van a horgolás, a neccelés, a hímzés, kendőket is, zsebkendőket, díszzsebkendőket is készítünk. Tehát nagyon sokféle programunk van. Az alsósok kézműves foglalkozásukon épp hangszert készítettek, és egy random koncerttel meg is leptek minket. Olyan gyerekek is vannak köztünk, akiket behoztak a szülők, hogy ugye egy picit, mintha napközis tábor lenne, felügyeljük őket, már itt is vannak a csöpségek. Tehát nem mindegyik táncos, de azért látszik rajtuk, hogy sikerült nekik is a két nap alatt megtanulni a táncot. Négyen nem táncosok, a többi gyerek, a 20 az mind táncos. Nálam a picik, ők a cipfelműt csoport, van ovis is, és van harmadikos. Harmadikos a legnagyobb, illetve már kikerik maguknak, mert negyedikesek. Ugye, most már negyedikesek lehetnek. És annyira pici az egyik kisfiú, tegnap, amikor barkácsoltunk, elaludt. Mert ő még óviska, és jövőre is óvis lesz, és ő neki ez kellett. Itt zörögtünk, szólt a zene, és ő el tudott így is aludni, egy órán keresztül aludt. A gyerekek nem csak Bonyhádról, hanem például Cikóról, Hűgyészről és Mázáról is érkeztek. Ottalvós tábort szerveztek volna Alsómocsoládra, ahol az utolsó napon előadták volna a szülőknek a héten tanult táncokat, de a vírushelyzet közbeszólt, így napközis tábor lett belőle. Délelőtt mindig tánc, szigorúan. Olyan 8:30-ig összegyűlünk, akkor 10 óraizunk, és 9-től 11:30-ig táncolunk, egy picike szünettel, és nagyon jól bírják a gyerekek, ugye ma azért, mert csokit ígértünk nekik. Az mindig tánc, és mindig egy új tánc. Először mindig ismételjük az előző napit, és akkor egy új táncot veszünk. Most már így 4 táncunk van, hál' Istennek, 2-2 tudtunk venni minden nap, és délután mindig barkácsolunk. Tegnap kék festőbabát barkácsoltuk, megnéztük a régi mesterségeket, milyen régi mesterségek voltak, beszélhettek róla, hogy szerintük van-e még ma ilyen mesterség. Ilyen volt például a klumpa készítő, a hordó készítő, a kőfaragó, a kékfestő. Néztünk arról a tolnai kékfestőről egy rövid videót is, és ilyen kékfestő anyaggal csinálhattak a gyerekek fakanál kékfestő bábot. Azt is nagyon szívesen hazavitték. Csak annyit szerettem volna mondani, hogy ez a tábor nagyon jó, mert táncolunk, és szeretem ezeket a slaptáncokat, meg ezek a hasonló dolgok. És egyébként van egy kis tesóm is, őt úgy hívják, hogy Kővári Dániel. Nagyon sajnálják a Bonyhád Völgység VFC-nél, hogy legalább annyira az íróasztal mellett dőlt a koronavírus kitörése miatt félbeszakított idei megyei első osztályú labdarúgó bajnokság, mint a pályán. A csapat most már a következő évadra készül, és Köllő Roland vezetőedző abban bízik, erős csapattal vág neki a következő idénynek. Mint ismeretes, félbeszakadt a megyei bajnokság, és csak azzal lett bajnok a Majos, hogy csak a győzelmek számában előzte meg az ugyanannyi pontot gyűjtő Bonyhádot. Így mondhatni nem csak a pályán dőlt el a 2019-2020-as megyebajnoki cím. Ez már önmagában nehezen feldolgozható volt a bajnoki címvédésre készülő bonyhádi csapat számára. Ehhez még hozzájött a járvány okozta tétlenség, szinten tartó egy helyben topogás, a nyomasztó edzés és mérkőzés hiány. Ebből az apátiából kezd éledezni a bonyhádi foci, és készül a következő bajnokság megnyerésére a PVLC. Ugye úgy záródott le a bajnokság, hogy 11 forduló még vissza volt. Borzalmas volt, tehát nem tudtunk egyik pillanatra másikra edzeni, távol került a csapat egymástól, nem volt meg az a kontakt, ami eddig mindig megvolt, és nagyon rossz volt, tehát örülök, hogy nagyjából ennek vége van. Meg lett volna 2019 nyarán a lehetőség, hogy a bajnok Bonyhád újra NB3-as legyen. Igaz, ekkor még osztályzón, annak sikeres megvívásával vezetett az út az NB3-ba.
De Bonyhád köszönte szépen akkor a lehetőséget, nem élt vele. Pénzügyi és szakmai okokból. Külön Roland edző úgy fogalmaz ma is, nem érezte azt, hogy a bonyhádi gerinc megtartásával érettek lettek volna, és lennének ma is az NB3-ra. Én még most is azt gondolom, hogy az NB3 a jelenlegi finanszírozásában sok egy klubnak, sok az önkormányzatnak. Ezen most még rondított egyet a járványhelyzet, tehát most még inkább még rosszabb a helyzet az én megítélésem szerint. Úgyhogy nehéz ezzel most mit kezdeni. A Bonyhád jelenlegi kerete megtartására készül. Most még az átigazolás időszak kezdet előtt nem lehet tudni, hogy a meghatározó és a fiatalabb évjáratú topjátékosaik, ellenállva az érkező ajánlatoknak, mindegyike marad. Külő Roland nem igazán attól tart, hogy esetleg gyengébb csapata lesz őszre, mint volt tavaly, sokkal inkább azt foglalkoztatja, hogy több jelenlegi szponzoruk bizony kerülhet jövő nyári olyan gazdasági helyzetbe, hogy nem lesz módja az eddigi szinten sem támogatást nyújtani. Hadilábon áll most, hogy lehet ezt megoldani a jövő tekintetében, nem az idei évet, hanem a jövőt, a következő év tekintetében. A több, a minőségibb edzésmunka elvezethet odáig, hogy a saját nevelésű fiatal játékosok felnőnek tudásban az NB3-as szintre, ami növeli minden bizonnyal a támogatók számát is, és a szponzorációs összeget, remélik okkal a bonyhádi szurkolók. A bonyhád-börzsönyi erőlétpótló egyhetes felkészülés után a következő hónapban már komolyabb edzések is elkezdődhetnek, és sokat fog meccselni a rajtig a Bonyhád Bölcség LC. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!